Ünnepe fejezzük tehát be, és politikával kezdjük. Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó estét kívánok, ez tehát az Egyenes beszéd, én Rónai Egon vagyok, és Kacsó Dániellel, a Mandiner főszerkesztő helyettesével, illetve az Iránytű Intézet politikai jellemzőjével, Pék Szabolcsal kezdjük a műsort. Jó szervusztok, jó estét. Szervusztok. És hát akkor, amit ígértünk, ez a most már szappanoperává duzzadó Magyar Péter Lázár János levelezés az, ami a mi első témánk lehet, vagy lehetne. Ez egy kicsit elkezdte elfedni azt, amiről valójában szó van, hogy a MÁV milyen állapotban van, mennyire nincs pénz, mennyire ramatyi állapotban van a sínállomány, a mozdonyok, a vasúti kocsik, a menetrend és a menetrend betartása. Szóval a lényeg kezd elveszni, és egymásnak üzengetnek, hogy ki hova menjen, vagy ki hova nem megy. Hát ugye ezt lehet látni, hogyha ilyen politikai kommunikációsan nézzük, hogy ugye Magyar Péternek ez érdekel, hogy esetleg létrejöjjön ez a találkozó, tehát őt ez a találkozó akár megemelheti, meg egyébként is ugye látunk különböző kutatási adatokat, tehát lőtávolságon belül van a Fidesz, körülbelül ilyen 10%-on belül lehet most a biztos szavazók körében, amik voltak nyilvános mérések. Még hát mondjuk Lázár Jánosnak annyira nem érdekel ez az egész történet, hogy Magyar Péterrel leálljon beszélgetni. Illetve lehetett azt látni, az érdekes volt, hogy ugye a Takács Péter, aki meg ugye az egészségügyért felelős államtitkár, ő is gyakorlatilag most egy utókövetésben van, tehát magyar megy előre, és még mindig fönn tudja tartani ezt a tematizációs előnyt, amit a kegyelmi botrány után szedett föl gyakorlatilag, és ugye témával teszi az egészségügyet, akkor erre reagál a kormányzat, ugye ami általában fordítva szokott lenni, illetve most ugye témával tette a MÁV-ot, amiatt én magam is egyébként tapasztalom, hogy azért sok gonddal küzd. Igen, ez egy nagyon fontos megállapítás volt, amit Szabolcs mondott, hogy megfordult a kocka Magyar Péter megjelenésével, és az irányítóból követő lett. Azért az irányító szót azt én erősnek érzem, az kétségtelen, hogy tud tematizálni, tehát ezt a képességét ne vonjuk meg tőle, van hozzá elég komoly média támogatása is, ezt lehet érzékelni, valahogy a közösségi médiában is számomra mindig talányos módon nagyon komoly eléréseket tud produkálni, de ezek az ő mondjuk úgy erősségei az elmúlt időszakból. Szerintem nem egy klasszikus politikusként viselkedik, hanem afféle aktivistaként, hogy említettétek, vagy te említetted Egon, hogy elfedi magát a problémát. Hát szerintem ezt maga Magyar Péter is teszi, azzal, amellett, hogy a problémát fölteszi az asztalra és tematizál, magát teszi a probléma elé, hiszen eszköznek használ ezeket a problémákat, hogy tematizáljon és politikusként, vagy hát szinte politikusként próbáljon a nyilvánosságot. De ha így tesz, akkor valószínűleg jól teszi, mert neki most meg kell erősítenie magát és a saját szavazóbázisát. Tehát mind a kettőnek önmagának kell éreznie, hogy megvan a támogatottsága, és a szavazóbázisnak, hogy ott kell maradni mellette, mert érdemes. Igen, de szerintem ez mindig a protest fázis, tehát ott van, hogy abban jó, hogy problémákat föl tudjon tenni az asztalra. És egyébként hozzáteszem, ezt szerintem nem is biztos, hogy baj. Tehát az, hogy a kormány olyan ügyekben, amiben szerintem nem feltétlenül negatív a bizonyítványa, hanem mondjuk árnyalható, vannak rossz területek, és vannak jobb területek. Ez igaz, szerintem a vasútra is nem egy teljesen leromlott infrastruktúráról beszélünk. Sok minden történt az elmúlt években, voltak felújítások. Van pár emeletes vonaton, de sokkal több minden nem tudsz felsorolni. Meg azért megújult a fehérvári szakasz, néhány szakasz megújult, de kétségtelen vannak olyan helyek is, ahol meg jól lehet illusztrálni, hogy ez ennek az ellenkezője igaz. És nyilván Magyar Péter szerintem egyébként neki fontosabb ez a találkozó, mint Lázár Jánosnak, ez nyilvánvaló, de Lázár János is szívesen találkozott volna Magyar Péterrel, csak azt a látszatot nem akarta, vagy az nem akart hozzájárulni, hogy ebből egy tiszapárti kampányfilm legyen, ami az tiszapárt által sugallni próbált, vagy megmutatni kívánt képet, ami nem biztos, hogy a valóság, csak ő ezt szeretné ebből az egészből kiemelni, azt súlykolja, és ehhez kvázi illusztrációnak használja a minisztert, aki lám-lám még Magyar Péter diktátumainak is megfelel. A levelezésből kiderül, hogy azért a miniszter úrnak is voltak konstruktív javaslata, hogy összejön ez a találkozó, egész nagy nyilvánosságot biztosított volna neki, majd jött egy újabb javaslatcsomag a Magyar Pétert, hogy 2 napra menjenek el vonatozni. Tehát én azt gondolom, hogy a probléma fontos, a MÁV nincs rendben, de vannak olyan részei, amik azért a büszkeségre is okot adhatnak, és nyilván a Tiszapár pedig abban érdekelt, hogy a lehető legnegatívabb képet, előtte pedig ott álljon Magyar Péter. Hát a büszkeség okát, a Magyar Vasút okán nem nagyon látom, de te látod, jó. Össze lehetne rakni egy olyan kampányfilmet, nyilván az egy, hogy mondjam, nem lenne egy valós kép, amiben a MÁV-nak egy egészen jó arcát láthatnák. Mindig lehet egy jó reklámfilmet csinálni. Nyilván ennek olyan helyzet nincs, hogy az ne tudjon elkészülni. Viszont azt felvetném, hogy
azért nem mondjuk azt, hogy csak kampány van. Mert amit az egészségügy kapcsán csinált Magyar Péter, annak lett annyi hatása, hogy hirtelen kiderült, hogy még itt az ősz közelettével is érdemes a kormánynak biztosítani a forrásokat a klimatizálásra. És hirtelen lettek rá források. De ez nem hirtelen, évekkel ezelőtt lettek. És nem, hát ugye akkor, ha évekkel ezelőtt lett volna, akkor nem lett volna 37 fok a folyosón, meg a korteremben. Tehát nyilván itt azért valós problémák, nyilván lehet mondani, hogy ez egy kommunikáció, de hát minden kommunikáció, azért a politikát valahogy el kell juttatni az emberekhez, és azért ezek valós problémák. Tehát tényleg, aki megfordul a MÁV-nak a különböző vonalain, hát tényleg még ez egy, a világ szégyen, ezek a szili, meg akár nohab mozdonyok, amit ilyen vasútrajongók nagyon szerettek, mert nagyon tényleg szépek azok, de hát ne vicceljünk, a 60-as években ezek a 60 éves mozdonyokról beszélünk, és ez az egész történet a Lázár meg a Magyar között, meg kicsit arra a vita a vitáról erre kezd hasonlítani, de még a választási viták előtt voltak, hogy kidiktálja a feltételeket, és ugye egyik fél se akart belemenni, hogy a másik feltételei szerint játszon, hogy hol találkozzanak, milyen forgatócsapat legyen ott. Hát olyan is lett a vége, milyen forgatócsapat van ott. És ugye azért az látszik, hogy Lázár azért próbálja szétteríteni ezt a felelősséget, hogy ugye ez az elmúlt 30-40 évnek a mulasztása, nyilván ebben azért van is némi igazság. Szóval azért azt két éve van ennek a minisztériumnak ugye az élén, azért csodát nem lehetett volna tenni. Abban azért látom a kormánynak a felelősségét, hogy erre óriási uniós pénzek voltak, akár ilyen zöld politikai célok miatt is, azért Európában van egy komoly vasúti reneszánsz, tehát ebbe az irányba több évre előre meg kell rendelni a mozdonyokat, tényleg úgy, mint az átkosba az autót meg kellett rendelni. Ugye a Merkur telepen most itt tényleg úgy vannak, hogy ugye sokkal nagyobb a kereslet a különböző gördülő állományok, és ezt nem nagyon tudják kiszolgálni, de egyébként erre lettek volna uniós források, de ez valószínűleg nem élvezett egy olyan prioritást, inkább a közút felementek, sok felújítás volt. Vitézi Dávid szerint egyszerűen csak az történt, hogy a magyar oldalt nem tették hozzá az uniós forráshoz, amit a magyar kormánynak kellett volna biztosítani, és így mondták vissza ezeket az uniós forrásokat az elmúlt két évben. Elővárosi szinten tényleg volt fejlődés, azok a Stadler és különböző Flirt, ilyen olyan motorvonatoknál volt fejlődés, de ha megnézzük, mondjuk én még egy megkíméltebb szakaszon járok az egyes vonalon, tehát a Győr meg a hegyes vonalon fele. Főleg az most egy felújított szakasz, mert muszáj volt. Szakaszod, bizonyos szakaszokon mehet akár 160-nal is a vonat, de Kelet-Magyarországon azért óriási problémák vannak, és Lázárnak azért a politikai arcéle ebben erodálódik. Tehát ugye sokan azt gondolták, hogy ez egy ilyen korona, egy ilyen nagyon szép terület ugye a közlekedés, de azért ebbe főleg belebukni lehet. Szóval Orbántól is valamennyire egy ilyen cinikus húzás volt, ugye ezt elnevezték építés és közlekedési minisztériumnak, és ugye Lázárnak gyakorlatilag az a dolga, hogy nem épít, hanem hogy beruházásokat állít le, illetve hogy a közlekedésben azért tényleg nagyot lehet bukni, mert ezt rendbe rakni, ezt csak a MÁV-ról beszélünk, egy 53 ezer fős vállalatot rendbe tartani, ez gyakorlatilag egy átlátható. Dani dolog. Nagyon akar mondani valamit, Szabolcs, bocsáss meg. Egy mondatot hagytál ki, és stratégiát alkot. Tehát ezt tegyük hozzá. Vannak tervek, én nem gondolnám, hogy teljesen ellen a hanyagolva a vasút. Nyilván most ezek az elmúlt hetek, ez minden egyes apró híre, ahol egy kisiklásról, vagy egyéb tragédiákról, az túlzás, nem mondjuk nehézségekről volt szó, akkor ezeket most nagyon figyelte a sajtó, és nem jó, hogy ezek megtörténtek. Jobb lenne, ha jobb állapotban lenne a vasút, de az, hogy ne lenne rá némi figyelem, azt azért én árnyalnám, szerintem azért van egy eltökéltség. Lázár János azért abból nem csinált titkot, hogy nem a vasút a kedvence korábban, most ezek a dolgok így kicsit ráégnek. Ettől függetlenül... Hát a kastély felé nem vasút megy, hanem a mellékút 3 milliárdé felújítva majd mindjárt. Szép átvezetés. Ez csak egy nem átvezetés volt, megjegyzés. Azt átvezetés ezután jön egy másik témára. Én még csak azért 10-15 évvel ezelőtt pedig az volt a gond, hogy milyen állapotban van az autópálya hálózatunk, az pedig most már kiváló európai összehasonlításban. Ez tény. Ez tény, megépült legalábbis. Bizonyos szakaszok igen, de mondjuk azért az M1-esen végigmenni, ez nem egy életbiztosítás. Hát azt rég bővíteni kellett volna. Na, viszont mondtátok, hogy aztán Szabolcs, te mondtad, hogy látótávolságon belül van a Tisza párt a Fideszhez képest, tehát az a 10%-i különbség azért az nem kevés, de valóban ilyen közel egyetlen ellenzéki párt nem járt 2014 óta. Akkor is összefogás formájában jártak ilyen közel a Fideszhez. És akkor itt van, megszólal Tölgyesi Péter, aki ugye volt fideszes politikus, volt SZDSZ-es politikus, és ritkán szólal meg, pedig kiváló elemző, és azt mondja, hogy 14 év után először van olyan helyzetben a Fidesz, hogy látszik a lehetősége annak, hogy veszíthet. Azért az általad is említett látótávolságon belül levés, ezek olyan másfél hónapos adatok, illetőleg az EP választás eredményéből tudunk kiindulni. Augusztusban kevés, vagy
mérés, hogy egyáltalán nem jött ki. Ez teljesen jellemző, hiszen az uborka szezon, a nyári időszak az nem alkalmas arra a közvéleménykutatóknak, hogy ezeket mérjék. De szerintem néhány héten belül okosabbak leszünk, hogy mekkora is az a távolság. És azt is hozzátenném, hogy ezzel párhuzamosan pedig pártok tűntek el a térképről teljesen. Tehát ez a 30%, hogyha azt nézzük, hogy ugyanazok a szavazókat jelenti, és plusz még néhány csalódott fideszest, ahogy szokták mondani, akkor nagyjából egálban van azzal az összefogással, amelyik 2 évvel ezelőtt csúnyán kikapott még a klasszikus választáson a Fidesztől. Tehát én azt gondolom, hogy nyilvánvaló Magyar Péternek az ellenzéken belül van egy igen impozáns sikere, de ez még szerintem nem jelenti azt, hogy sokkal közelebb került volna a kormányváltáshoz. Jelen tudásunk szerint az, hogy mi lesz 26-ban, azt lássuk még meg, és a következő hónapok is izgalmasak lesznek. És amit Tölgyesi Péter mondott, ő ugyanerre utalt, hogy azért egy nagyon nagy győzelmet aratott a Fidesz júniusban, ha európai összehasonlításban nézzük, és relatívan nézzük, hogy 45% az nem kevés. És az is kétségtelen, hogy ezzel párhuzamosan az is igaz, hogy az ellenzéken belül, mint fő kihívó, mint egységes tábort alkotni képes, számomra az én megítése nem számít teljesen hiteltelen figura, de mégis csak 30%-ot össze tudott szedni. Tehát a kettő egyszerre igaz, erre mondta ő, hogy 2 nyertes van. Én azt látom, hogy a Tölgyesinek az elemzése kapcsán, ami nagyon fontos, amire rávilágított, hogy a gazdaság az nagyon, vagy ahogy ugye szokták mondani, hogy a Bill Clinton idején is mondták a választási kampányban, hogy a gazdaság te bolond, ugye? Hogy szépen hát, akarom nem magamat. Így. Nem egészen így, szépen akarom magamat kifejezni, és hát ugye a gazdasági mutatók nagyon nem állnak jól. Azért azt lehetett látni, az elmúlt 14 év, mondjuk első időszakában, mondjuk első 2020-ig bezárólag azért egy világgazdasági konjunktúrába tudott kormányozni a Fidesz. Voltak uniós pénzek hát, is. Nem volt uniós pénz, igen. Magyar gazdaság is jól teljesített, voltak azért 4-5% növekedések, nőttek a bérek, tehát ezeket egyébként nem lehet elvenni, és ugye 2020-ban ez a Covid után kezdett el megtörni, háború, stb. Energiaválság. És ugye azt lehet látni, hogy idén is azért a GDP növekedés nem lesz átütő, a fogyasztási adatokban borzasztóan állunk, ugye Nagymártonék mindig elmondják, hogy a magyarok biztos nagyon tudatosan spórolnak, és ezért nem költenek. Hát én inkább az annál megfejtésem, hogy valószínűleg nincs elkölthető jövedelmük, azért alacsonyabb a fogyasztás. Ugye megnézzük a költségvetési hiányt, júniusra gyakorlatilag elértük az éves betervezetnek a 106%-át, tehát lyukas a költségvetés, bérek is azért európai összehasonlításban meglehetősen alacsonyak. Mindenféle ilyen statisztikában hát a utolsók között kullogunk, Románia, Magyarország, Bulgária, vagy ennek egy ilyen különböző sorrendje van. És már lehetett látni, nem tudtak most se osztogatni, tehát nem volt az, mint 22-ben, ugye akkor volt egy elég komoly jövedelem kiáramlás, tehát akkor tényleg mindenki kapott 13. havi nyugdíjat, fegyverpénzt. Ezzel azt akarod mondani, hogy ez a következőben valamilyen módon megjelenik majd a szavazó kedvben is? Én azt gondolom, ugye sokáig szokták mondani, hogy ugye a tévének és a hűtőszekrénynek a konfliktusa, tehát ugye még egyébként tele van a hűtőszekrény és jön a propaganda, akkor az sokan tudják támogatni a kormányt, de egy idő után, amikor már csak propaganda van, és a hűtőszekrény meg üres, azért előbb-utóbb szerintem győz a realitás, és 26 előtt nem vagyok benne biztos, hogy ő fogna tudni osztogatni, és én azt látom, hogy a Fidesznek inkább már egy ilyen, mint egy ilyen lefelő szálló ívben van, azért a Tisza meg még mindig inkább egy ilyen stagnáló, de inkább emelkedő tendenciát mutat, és hogy európai összehasonlításban is érdemes megnézni, hogy ezzel a negyedik ciklusokban el szoktak fáradni különböző kormánypártok. Tehát ugye a Nagy-Britanniában pont ugyanez történt, Németországban pont ugyanez történt, tehát szóval ezt lehet látni, hogy ez addigra annyira túltermelődik, meg túlterjeszkedik általában egy rendszer, és annyi ilyen, hát ilyen vadhajtása nő ki, hogy gyakran egyik ciklusokban szoktak megbukni. Danit mulattattad, úgyhogy meghallgatjuk. Igen, ennyi kétharmad után még azért föl tudom idézni, hogy a ciklusok közepén általában hallottunk néhány ilyen mondatot a Fideszről, hogy valójában nem tudnak kormányzni. Jó, csak nem volt ilyen gazdasági probléma, ami most vitathatott. 2010 és 2014 között rosszabb volt a helyzet, ez biztos, és utána is következett. Igen, csak azt nem varták a nyakukban, mert hiszen úgy vették, úgy vették át, hogy baj van. Lehántva ezeket a Románia, Bulgária meg hasonló megjegyzéseket, illetőleg azt, hogy csak osztogatásban... Ezeket nem én mondom, az Eurostatnak meg a KSH-nak a száma, ezeket nem én mondom. Igen, de te most konkrétan kiemelted mondjuk a fogyasztásra kapcsolatos adatokat, ezekből következik. Én szerintem önmagában a fogyasztásból nem lehet leszűrni azt, hiszen a megtakarításokban például európai középmezőnyben vagyunk, tehát ez is egy adat. A szegénységgel kapcsolatos statisztikai
statisztikák alapján Románia messze mögöttünk van, vagy Bulgária is, de még más országok, tehát az elmúlt 14 évben 33%-ról 18% alá ment a szegénységben élők száma, például ez is egy adat, nyilván nem fedi a teljes valóságot, ettől még lehet, hogy az előző években a gazdaság megfáradt, ez kétségtelen, ez tény, iszonyatos recessziós környezet vesz minket körül, különösen, hogyha német gazdaságra gondolunk, amelyik hosszú évek óta bércsökkentés, reálbércsökkentés kénytelen elszenvedni recessziót, és ez nagyon erősen hat ránk is. Én csak egy dolgot kérdeznék tőled, hogy nem kellene megegyezni az unióval? Nem kéne beengedni az uniós forrásokat? Mert hogy az összes közgazdász azt mondja, hogy igazából ez szállítja ki a magyar költségvetés, hogy nincs itt a pénz. Nézőpont kérdése, hogy megtettünk rengeteg kompromisszumot, mi a magyar kormány hosszú hónapokon, éveken keresztül tárgyalt le törvénymódosító javaslatokat, amelyek elégnek bizonyultak, de például ott van konkrétan az Erasmus ügye, ami mondjuk nem a gazdaságot élénkíti, de azért nem akármi a magyar diákok szempontjából, ahol 9 hónapja levélre nem válaszol az Európai Bizottság, pedig törvénymódosításokat eszközölt a kormány. Tehát én azért ezt árnyalnám, hogy ki nem akar megegyezni, de kétségtelen jó lenne, ha jönnének az uniós források. Ettől függetlenül a német gazdaság továbbra is recesszióban lenne, ami nekünk nagyon fáj, és ezért azt gondolom, hogy ezeket a körülményeket nem hagyhatjuk figyelmen kívül, és én meg azért azt is árnyalnám egy picit, hogy a magyarok osztogatásra és propagandára hallgatva szavaznának és döntenének, ennél egy picit többet nézek ki belőlük. Az viszont igaz, hogy ha jól mennek a dolgok, egyről a kettőre tudnak jutni, és azt látják, hogy a következő évek biztos növekedésre látszik. Úgy nyilván könnyebben érvel egy kormány. Hát talán persze. Azt mondják, hogy jól irányítják azok, akik otthonnak a kormányunknál az országot, és azért újra bizalmat szavaznak nekik. Nem is gondolom, nem kihagyva a képletből, hogy kik voltak eddig a kihívók, és én a mostanit is beleértem, nem tudom, hogy Magyar Péter mit és hogyan csinálna jobban ebben az országban, azon túl, hogy minden fotón rajta van, amit ő tesz ki a Facebookra. Köszönöm szépen nektek a beszélgetést. Köszönjük.